Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket! Emlékeztek, két héttel ezelőtt boncolgattuk tovább a segédigék témákat, ugye modális segédigéknek hívjuk őket, de mi is az, hogy modális segédige, hát tudjátok, ezek a kis gyilkos szavacskák, hogy can, could, have to, need to, should, would, és társai. Ugye azért mondom, hogy gyilkos szavacskák, mert egy-egy szó ezek közül képes totálisan megváltoztatni a mondatnak a jelentését, akár jelen időben is. Volt már szó a can ugye, hogy én tudok valamit csinálni, I can do it, a could-ról, a could have done-ról, ugye ezeknek a multidejű formáiról volt szó alapvetően a have to need to, ezeknek a multidejű alakjaikról, had to, need it to, a mustról, annak a kétféle használatáról, és a múlt alkalommal ott hagytuk abba a harmadik résznél, hogy elkezdtük a should szócskát, megnéztük, hogy jelen időben, ugye a should azt jelenti, hogy kellene, hogy használjuk, ugye tanácsadásra, a tanácskérésre, a tagadott alakját, a kérdésfeltevést, és ma innen mennénk tovább, a, a süd segédigének a, a múlt idejével. És szeretném tényleg felhívni a figyelmeteket, hogy ezek azok a kicsi nyelvtani blokkok, amiket érdemes azután magunk tenni alaposabban, hogy az igeidők rendszerén túl vagyunk. Nagyon sok pont ö, hasonló alapvetően, és bár itt igeidők nincsenek ezeknek a rendszerében, de mégis vannak ilyen furcsaságok, hogy például a múlt ideje úgy néz ki, mint a present perfect, a legtöbb segédigének, ugye could have done, should have done lesz ma róla szó, illetve must have done, ezekről már volt szó. Úgyhogy ö, Azért sem szoktam például jó magam tanítani ezeket korábban, mint az igeidők rendszere, mert amíg az nincsen helyén, addig általában ezt sem szokták úgy igazán megérteni. Úgyhogy mindenképpen, ha úgy érzed, hogy az igeidők azok mi itendők, akkor akár így a YouTube csatornámon is végigmentünk ezeken, de más forrásokból is biztos, hogy megtalálod. Egy biztos, hogy a segédigék, muszáj, hogy ott legyenek a, a, tudásodban, ha angolul akarsz kommunikálni, mert nem csak árnyalatokat fejeznek ki, tehát ugye magyarul is mondhatom azt, hogy tudok főzni, meg kell főzzek, kellene főzzek, hanem látjátok, jelentés módosító hatásuk is van, nem véletlenül hívjuk őket módbeli segédigéknek. Úgyhogy, ha szeretnéd a, a nyelvtani tudásodat pallírozni, fejleszteni, akkor mindenképpen uh, légy ma is aktív, és uh, akár a, a videó hallgatása alatt is kezd elő ezeket izlegetni használni. Uh, Julcsi, szia, írod, hogy most vagyok először a live-odban, már elég rossz kedvem van, de egy kis angolozásra van kedvem. Nagyon örülök, hogy itt vagy, üdv a csapatban! és hát reméljük, hogy sikerül feldobjuk a kedvedet, téged is arra biztatlak, hogy merj akár itt aktívkodni, mondatokat írni, senki senkinek nem fog semmilyen rossz beszólást adni, hiszen ezt eleve nincs is ennek itt helye, nem azért vagyunk, hogy együtt fejlődjünk, tanuljunk, úgyhogy akkor csapjunk bele. Na! Kicsi felfrissítés, bár nincsen róla diám, de emlékeztek, a Söd segédigéről volt szó kettő héttel ezelőtt, amiről megbeszéltük, hogy úgy használjuk, hogy az igének az első alakját használom kijelentő módba. Ugye mondtunk mondatokat, gyorsan írjatok egy pár jelen idejű mondatot. Lehet kijelentés, tagadás, kérdés például. I should teach you more English. Ugye? Több angolt kellene neked tanítsak. Vagy mondhatnám azt, hogy You should stop smoking. Le kellene szokja a dohányzásról. Vagy abba kellene hagyd a dohányzást. Mondhatnám azt is, hogy uh, mm, Júlcsi, you shouldn't be sad. Nem kellene szomorkodnod. Life is nice. Az élet szép. Ugye? Tehát ugye így használtuk kielentő módban. Most a jó hírem, meg a rossz hírem is egyben az, hogy a múlt ideje logikus lesz. Ha te egyszer már megtanultad a, a köd segédigét rendesen, ott foglalkoztunk azzal, hogy ugye ez a volnás alak, volna magyarul, ez logikus lesz, ez mindig a segédige plusz a have-nek a harmadik alakja. Az a volna megfelelője, majdnem igaz, de mégsem. Valójában mellé kell ragd a másik szócskát magyarul is, hogy teljes legyen a kép. Ugye azért hoztam fel a tudott volna a could have korábbi leckét, mert ott megtanultuk, hogy a could have done például, de ott a done helyett bármi állhat múlt időben, harmadik alakban, az a tudott volna, ugye a could magába tudott, tudott volna, could have done. Például I could have learned more when I was a child. Tudtam volna többet tanulni, mikor gyerek voltam. Tehát ezt egyszer már megtanultad, emlékszel? Na most a jó hírem az, hogy valójában innentől kezdve az összes segédigének hasonló lesz a, a múlt alakja. és csak meg! Magyarul a kellenének a múltidejű alakja az, hogy kellett volna. Angolul pedig should have Done. should have done, should have done, ha gyorsan ejted. Például, ha valamit kellett volna csinálnod, meg kellett volna csinálnod, I should have done my homework, meg kellett volna csinálnom a házimat, ugye? Na most uh, írtam itt egy pár példát, nézzétek meg. He should have told us the truth. Direkt kiemeltem sárgával, hogy minek mi a megfelelője, ugye? A should have told, meg kellett volna mondania. Tudom, hogy első ránézésre ez sokaknak kínai, de miért csináltam ezt a pici kis kártyaszerűséget ide a diának a tetejére? Hát azért, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy érdemes a segédigékből kicsi kártyákat készíteni, két oldalas kártyákat. Ezek a kártyák most ki vannak nyitva itt a dián, de alapvetően nagyon egyszerűen működnek, van egy lapocskád, egyik oldal, másik oldalra felírod a megfeleltetéseket, ugyanis képzeld el, hogy az agyadban különböző pici tároló rekeszek vannak, ugye? Mint ahogy a fiókba is sokszor tároló rekeszeket rakunk. Na most, hogyha te sikerül a segédigéket különböző tároló rekeszekben rakd, és beazonosítani, hogy minek mi a megfelelője. Például, hogy a ken, az tud a köd az tudott, vagy tudna. Emlékeztek ezt, majd vissza tudjátok nézni az előző leckékből. A, have to az kell, a should az kellene. Ugye először megtanulod a jelen idejüket, külön kártyákra rakod fel, egyik oldal angolul, másik oldal magyarul, de nagyon fontos, ne csak felírd így, hogy should, kellene, hanem írjál alá egy mondatot, egy nagyon egyszerű mondatot. Például, I should learn English. Angolul kellene tanulja. És az oldalára felírhatod magyarul is, ott lesz a másik oldalon angolul. Na most azért kell a mondat, hogy legyen egy mintád, hogy lásd, hogyan használod. Mi a szövegkörnyezet? Ugye? És a szövegkörnyezet azért fontos, mert az már eleve egy pici kapaszkodót ad nekünk, nem csak a megértésben, hanem a megjegyzésben is. A, a minták azok az analógia alapján való tanulásban is segítenek, az azt jelenti, hogy látom a mintákat, és van egyetlen egy példamondatod a fejedben minden nyelvtani blokkhoz, és amikor te azt kell használd, és még nem jön így automatikusan, akkor megpróbálod behívni a mintamondatodat, az analóg mondatodat, és az alapján kicserélgetni a szavakat. Én itt írtam egy pár mondatot, kielentő, tagadó és kérdő mondatban is. Természetesen sokkal egyszerűbb mondatokat is írhatsz. Itt a mintáknál az a lényeg, hogy minél egyszerűbb és megjegyezhetőbb legyen. Úgyhogy most már egyből biztatnálak titeket, hogy kérlek, írjatok ide egy pár mintamondatot a shouldnak a multidejű alakjában. Ugye a should have, ugye kellett volna, plusz az ige harmadik alakja. Na mutatom az én három példamondatomat. He should have told us the truth meg kellett volna mondania nekünk az igazat, minden szám minden esetben have lesz a múlt ideje, mindig. Tagadása, ha összetett a segéd, igen, mindig az elsőt tagadjuk, tehát shouldn't. The company shouldn't have launched that product without the permits. A cégnek nem kellett volna bevezetni azt a terméket az engedélyek nélkül. Shouldn't have launched nem kellett volna bevezetnie. Kérdőmondat, mondat, megfordítom a szórendet, ami azt jelenti, hogy a sőt, de csak a sőt szócskát előrehozom, tehát kielőzi az alany. In your opinion, what should he have done in this case? Szerinted mit kellett volna tegyen ő ebben az esetben? Na, ezek az én mondataim, a, should have, tehát a kellett volna segédigivel. Na, lássuk a tieteket. És már jönnek is, szuperek vagytok, Anna. Uh, you should do sports, ugye itt először mondat, van egy jelenidejünk, Jodi már írt is egy múltat. You should have made friends, barátkoznot kellett volna, nagyon jó. Aztán jön megint egy uh, jelenidejű mondat Krisztinától, Helgától, I should learn more English, nagyon jó. Szilvinek is van egy multidejű mondata már is, I should have asked you earlier, korábban meg kellett volna, kérjelek, szuper. I should have cooked. Cooked teri az edé, a multidő, ugye az ige harmadik alakja, az ott kell legyen. Nekem történt egy kis balesetem ma, úgyhogy ez a csúnya kötés, ez ezért van rajta. Uh, Alice, um, igen, itt a, a hevas az kimaradt, az legyen ott, I should have cooked, I should have cooked something today, kellett volna főzzek valamit. Tehát ez csak is kizárólag három elemmel működik, sőt, Have, és az ige harmadik alakja. I should have cooked something today. Kellett volna fűzzek valamit. But I didn't have time. De nem volt időm. Sylvie. I should have prepared my English lesson in time. Nagyon jó. Most így próbáltam szépen artikuláltan ejteni. I should have prepared. Beszélt nyelvben az történik, hogy ez a should have, nézzétek mi lesz belőle. I should have, should have. Így egyjük egybe. I should have prepared my English. I should have prepared. Tehát lehet erre is trenírozni a füleket jön egy múlt idejű mondat, megint terítően, I shouldn't have got up earlier, ott egy ó betű lesz, nem get, hanem got, mert V3. I shouldn't have got up, nem kellett volna korán, kelljek ma hajnalka. I shouldn't have told her about my life, because she found my stories ridiculous. Very good, nagyon jó mondat. I should have cleaned, írja Helga, nagyon jó, takarítanom kellett volna. You should have eaten more vegetables, írja Anna, ez is jó. I shouldn't have driven. Even if I drank, nagyon jó, nem kellett volna vezetnem, ha innék. Ha azt akarod mondani, hogy ha ittam volna, Jodi, akkor if I had drunk lesz a vége, de még beleférezésre. Anna, you shouldn't have listened to loud music. Ott a have után nincsen túl, nagyon fontos, shouldn't have listened, nincsen benne túl, jó? Oké, okay, csak a listen to után van túl. Oké, okay, szuperek vagytok, menjünk tovább, úgy látom megértettük, felfogtuk, majd a most jön az a rész, amikor ugye ezt kell alkalmazni is. Tehát, akkor végül is a süd az a kellene. Uh, és megbeszéltük, hogy a múlt ideje a südev, de uh, nem beszéltünk még a, a would segédigéről, ami nagyon hasonlít a südről, csak nem s kezdődik, hanem vével vel Would, would. Na most, amikor annó magyar nyelvtanórán tanultuk a feltételes módot, akkor azt tanultuk magyar órán, hogy a feltételes mód jele magyarul a na, na, -na, na most Isten ments, hogy ezt így megtanuljátok, hogy a would-nak a megfelelője a na, -na, -na de azt már mindenki tudja és hallotta, hogy az, az, a, az a, fél mondatocska, hogy I would like to, I would like to, az azt jelenti, hogy szeretnék valamit csinálni. Ugye szeretnék, I would like. Ha igével folytat, akkor would like to. És ha megnézed a magyar szeret, négybe benne van az a né. Ugye ez egy jel, a feltételes mód jele. Most az angolban nem jelek vannak, meg nem ragok vannak. Persze van egy-kettő rag, ha tudjuk. Inkább úgy mondom, hogy nem toldalékokkal dolgozunk többnyire, hanem nagyon sok mindennek külön megfeleltetése van, külön szavakból építjük a mondatot. Ezért mondjuk azt, hogy a feltételes mód jele a would, a nanenáni megfelelője angolul, a would. Figyelj arra az ejtésre, hogy az elbetűt itt sem ejtjük. Ezt a mondatot biztos, hogy hallottad már, hogy I would like to help you, vagy I would like to eat, I would like to drink, ugye szeretnék valamit csinálni. De természetesen ezt nem csak a like igével használhatod, hanem bármilyen más igével. Például, she would accept your offer, elfogadná az ajánlatodat. Tehát, hogyha hipotéziseket alkotsz, azaz feltételezésekben akarsz beszélgetni, ha megnyerném a lottó teszt, és ezt venném, akkor neked a would segédigét kell használni, hogy megvenném ezt, megcsinálnám azt, felhívnám őt, az a would lesz. I would call her, I would buy this, she would do this, she would do that. Ez az érdekes, hogy az ige első alakját használod utána, ugyanúgy, mint a sud tehát nincsen semmilyen söbetű, ing, 2 semmi. Csak nyersen az ige utána. Közben már várom, hogy írjátok a saját példamondataitokat akkor ezzel a would-szócskával, és minél többféle mondatot írtok, annál boldogabb leszek, és mutatom is addig a, a tagadott alakját. Ugye a, a should-nak a tagadott alakja, emlékeztek, a shouldn't volt, a would pedig a wouldn't, eredetileg would not, összevonva wouldn't. Miért használd az összevont alakot? Mert azt használják. Beszélt nyelvben tuti, írott nyelvben is, kivéve, ha hivatalos dolgokat írunk, akkor ki kell írni, szét kell őket szedni, de sokkal gyakrabban azért találkozunk informális, az hétköznapi helyzetekkel szerintem az életben. Tehát mutatok itt megint két mondatot, tagadott formákat. I wouldn't like to help you. Nem szeretnék segíteni neked. She wouldn't accept your offer. Nem fogadnál az ajánlatodat. Jó, tehát látjátok, ugyanaz, semmi extra nincs, csak a would wouldn't lesz. És természetesen kérdezni is tudsz vele, sőt, kérdezz is vele, akár feltételes mondatokat alkotsz, hogy would you paint my house? Lefestenéd a házamat? De természetesen ezt a would-ot olyan értelemben is használhatod kérdésben, hogy ha például udvarias kérdéseket próbálsz megfogalmazni, would you help me? Segítenél? Megint csak az artikulált ejtése, would you, amikor gyorsan beszélünk, akkor szókötések történnek, az angolban nem úgy beszélünk, mint magyarul, hogy az elefánt szép, ez egy szép artikulált mondat volt, hanem az angol beszéd az ilyen, hogy az elefánt szép. Bizony, mit csináltam? Összekötöttem a zelefánt, ugye, az elefánt. Na, ez történik a would you, would you. Ugye? Teljes hasonuláson megy át, és a would-ból, you boy, would you. Majdnem csé, majdnem j. Would you paint my house? Lefestenéd a házamat? Ezt akár udvarias kérdésként is bedobhatod. Na lássuk akkor a ti példáitokat. Tagadó mondat. Amanda, you shouldn't have drunk so much. Ugye ez még az előzőre példa. Nem baj, na, ezek is jók. I shouldn't have done sorrowful. Aha. I shouldn't have been sorrowful today, Julcsi. Ott a been lesz a dan helyett, hogy nem kellett volna szomorú legyek ma. Jodinak van már a wooddal is példája. I would like to drink a glass of champagne. Enjoy, Jody. Feel free to drink that. Ajnalka, I would be grateful if you could send me more information about your company. Csodálatos feltételes mondatot írtál, is helyes is. Would you please close the door? kérdezi Anna. Ez is nagyon-nagyon jó példa, főleg ha ezt ugye nem csak a can you open the door használjuk, hanem sokkal magasabb szintű, udvariasabb formája ez annak. Would you please close the door? A please amúgy is még szebbé teszi. Teri, would you cook a. Aha, ugye nem a gyerekeket főzzük meg vacsorára. Ugye nem azt akartad írni, hogy would you cook our children for dinner? Szerintem nem erre gondolsz, ugye, hogy gyerekeket főzünk, hanem would you cook something for dinner for our kids, for our children? Ugye erre gondolsz. Jodi, uh, Jody, I wouldn't like to drink a cup of coffee. Így van, a kap az U betűvel irandó, de nagyon jó példa. És Annának van egy feltételes mondata is. If I were you, I would go to the doctor. Helyes külön hátba veregetés, hogy az első fele a mondatodnak, amiről még nem is volt szó. Helyes lett, ügyes. I would rather wait here, írja Sylvie, ez az I would rather, nagyon jó gyakori mondat, inkább várnék itt, ügyes. Would you like some cakes? Kérdezi Jody, tökéletes. I wouldn't like to work on Saturday. Alice mondata, ez is jó. I would... Uh, Better, you Aha. Ez, ez nem így lesz, ez a mondat, um, hanem, hanem szerintem te azt akartad mondani, hogy inkább ne gyere haza, ugye ezt akartad mondani. I would rather you didn't come home. Ez így lenne helyes, Szilvi, ha erre gondolsz. I would like to go to Turkey, me too, Iboya. Good. Would you take the dogs for a walk? kérdezi a mondat, tökéletes mondat. Ez is. És I wouldn't eat chocolate because I don't eat one. Aha, any. Ennél a one helyett jobb lenne oda. Júlcsi, amúgy ügyes vagy. I wouldn't eat chocolate, because I don't eat any. Oké, okay, szuper. Na most képzeljétek, mi fog történni múlt időben. Van-e sejtésetek? Halvány lilaköd felszáll, és jön a tudás. Analógia megint csak. Hogyha a kellett volna, az volt a should have done, ugye should have. A múlt ideje az would have, plusz az igen harmadik alagja lesz. És ő a sima volna. Amíg a tudott volna az a could have, és az igen harmadik a például tudott volna csinálni, could have done, kellett volna az a should have csinálni, should have done, addig a sima volna, volna, ő a would have done, például csináltam volna. Például, ha azt akarod mondani, hogy szerettem volna segíteni neked, akkor azt úgy fogod mondani, hogy I would have liked to help you. Would Have, és az ige harmadik alakja. I would have liked to help you. Szerettem volna segíteni neked. She would have accepted you, afa. Elfogadta volna az ajánlatodat. Most ugyanazokat a mondatokat tettem múltba, és amíg uh, látjátok a mintát, szeretnének titeket arra kérni, hogy azokat a mondatokat, amiket írtatok jelenbe, azokat írjátok le múltba majd most, jó? Próbáljátok visszakeresni, és az lenne, hogy lássam, hogy azokat az eredeti mondataitokat tudjátok-e ugyanúgy áttenni múltba. Ha tagadod, nem szerettem volna, I wouldn't have liked to help you. Na most ugye nem szerettem volna segíteni neked. Ugye szerettem, azt teszed múltból. Az utána lévő ige, to help, azt már nem kell, mert a túltán nem ragozunk. Viszont két igét tuval kötök össze. I wouldn't have liked to help you. She wouldn't have accepted your offer. Nem fogadta volna el az ajánlatodat. És kérdésben is működik, igen, ugyanúgy fordított szórendbe. Lefestetted volna a házamat? Ezt így fogod mondani, hogy would you have painted my house? Would you have painted? Tehát ugyanúgy benne van a would have, és az igen harmadik alakja, csak a would-ot előre hozom. Na, lássuk a ti mondataitokat, még vannak itt jelen idők is. Szilvi. Um, it would be advisable for me to drink a cup of tea. Nagyon szép mondat. I would be very grateful for your help. Írja Anastasia. Super. Uh, Iboya, I wouldn't have wanted to speak about it. Így van. Két igét, wanted, az az egyik iget, speak, tuval kötjük össze. De amúgy nagyon jó mondat. I wouldn't have wanted to speak about it. Nagyon jó. Oké, okay. what would I have done without you? Mit csináltam volna nélküled? Super mondat. If I had had enough money, I would have bought that house. Írja hajnak. Kiváló mondat. I would have liked. Jodi oda liked. Tehát, és csak meg van a like, és van a drink. Azért erre mondtam az előbb azt, hogy az első igét tesszük múltba. I would have liked. Szerettem volna, a szerettemet teszed múltba, méghozzá harmadik alakba, a would have liked, és az utána való igét tuval kötöd, és jelen időjön utána már, azt már nem tesszük múltba. A would have liked to drink a glass of champagne. Szerettem volna inni egy pohár pesgőt. I would have cooked, írja Főztem volna, főztem volna, be már nincs benne a szeretné, igen, nagyon jó mondat. I would have been very grateful for your help. Így van Anasztázia, nagyon jó. Ugye hálás lettem volna a segítségedért, Helga. I would have learned more, többet tanultam volna. Így van. I would have been grateful if you had sent me more information about your company. Nagyon jó ez is, összetett mondat, és még ráadásul feltételes módban van, ugye? Uh, hálás lettem volna, ha küldtél volna több információt a cégről. Terry, I would have got up early, így van. Amúgy érdekesség csak, hogy az amerikai az gotten lenne, a brit pedig got, de nagyon jó mondat, Julcsi, I wouldn't have eaten. Az ét az a kettes alak, nekünk a harmadik kell. Eat, eat, eaten. Tehát I wouldn't have eaten chocolate because I didn't eat any. Mm -hmm. If I were you, I wouldn't have, have gone to the doctor. Igen, ha helyedben lennék, nem mentem volna el. Oké, okay. belefér, kevert, mondat, teljesen oké. Okay. he would like to. Aha. Nem, nem szívé, ez nem így lesz az a mondat, hogy he would like to have bought, hanem he would have liked to buy. He would have liked. Tehát a szeretett volna. He would have liked. És utána to buy a bicycle. Jó? Ibolya, I wouldn't have liked to leave Turkey. Nagyon jó mondat, ügyes, szuper. Jó, na hát még bátran írjatok mondatokat, és látjátok, hogy azért ez Logikus, van benne logika. Az, hogy nem marad meg elsőre, az teljesen normális, sőt, ha másodjára sem, az is az, sőt, a harmadjára az is az, de mitől fog megmaradni ez a szerkezet, attól, hogy használjátok. Kezdjük el a minták alapján használni, írásban, szóban, gyúrmázzatok vele sokat, sokat, sokat. És akkor mutatok még egy érdekes segédigét, pontosabban kettőt. Van a mély és van a might valójában fordíthatnánk mind a kettőt úgy, hogy lehet, hogy, lehet, hogy. Ugye ez ilyen valószínűséget fejez ki, de szokták kérdezni, hogy mi a különbség. Eredetileg ugye a might az, az sokkal valószínűtlenebb, mint a mély, de a mély is elég valószínűtlen, hogy meg fog történni, de annak egy picit nagyobb az esélye, pont. Az életben azt mondanám, hogy valójában bármelyiket használhatod, de a picit talán a mélyt, egy nagyon picivel gyakrabban használjuk. Mind a kettő azt jelent, hogy lehet, hogy is mind a kettő jelen idejű forma. Ezért írtam perjeleket a mondatokhoz. Nézzétek, I may finish this book, I'm not sure yet. Lehet, hogy befejezem majd ezt a könyvet, még nem vagyok biztos benne. A mondatunk helyes úgy is, hogy I might finish this book. I'm not sure yet. Lehet, hogy befejezem ezt a könyvet, még nem vagyok biztos benne. Mondom, van egy pici különbség, hogy a might az bizonytalanabb, de valójában a mi sem biztos. Tehát ugyanaz a helyzet, hogy az is lehet, hogy. Jó? Tehát, hogy vagy igen, vagy nem. Az, hogy most hány százalék a kutya sem nézi, már eleve, ha mét vagy májtot használsz, az bizonytalanságot fejez ki. Hogyan tagadjuk őket? Itt az az érdekes, hogy nincsen összevont alakjuk, tehát nincsen, hogy mélyent. Lehet, hogy lesz később, de egyelőre nincs. May not, might not. Például, they may not give us a positive answer. Vagy, they might not give us a positive answer. Lehet, hogy nem pozitív választ adnak majd nekünk. És uh, itt a hogy nincs külön megfelelője. Nagyon fontos, hogy a hogy az, ugye sokan megtanuljátok, hogy ez a de, de a nagyon sok alternatívája van. A lehet, hogy, így jegyezzétek meg, hogy mémájt, ez lehet, hogy. És bár magyarul ez egy összetett mondat lesz az angolban, ez egy egyszerű mondat. I may not help you. Lehet, hogy nem segítek neked. Ne fordítsuk le tehát külön azt, a hogy szót. Látjátok, az ige első alakján mögötte természetesen kérdésben is használhatod, fordított szórendel működik. May I reply to that email later? Might I reply to that email later? Válaszolhatok később arra az e-mailre. Baromira udvarias forma ez. Jó, tehát hogyha nagyon-nagyon szépen finomkodva akarsz kérdezni, akkor használd ezt a ken, a köd, a villa wood helyet, mert hogy ez még udvariasabb, még finomkodóbb. Ugye az angolban nem magázódunk, viszont az ilyen kicsi finomkodásokkal lehet választékosabb lenni, lehet udvariasabb lenni, úgyhogy így már is ezt akár üzleti levélben tudjátok használni. Mi I receive or get some more information? Jó, na most akkor írjatok egy pár mondatot nekem ezzel, és uh, hú, Anna írt egy tök jó mondatot, ami még ráadásul mutatott nekünk egy csavart, hogy igen, ezt lehet folyamatos igeidővel is kombinálni, méghozzá így, hogy külön írod. He may be waiting for us at the airport. Lehet, hogy vár ránk. És itt a maybe két külön szó, nem a talán. No, ez egy nagyon érdekes mondat, tök jó, hogy ezt írtad. Hajnalka. She might have some problems with speaking English because she always tries to avoid communicating with foreigners. Nagyon jó, ugye lehet, hogy neki vannak nehézségei problémái. Might have, vagy may have is jó. Helyes, Jody. I may go on vacation, but I'm not sure. Így van. Lehet, hogy elmegyek halidira. Így használjuk. Így van. Írjatok uh, még esetleg tagadó mondatot, kérdéseket, így is várok, és akkor így csattanóként megmutatom a múltidőjét. Surprise, surprise, meglepi, meglepi. Hát képzétek el, hogy a múltidejen milyen meglepő. May have plusz az ige harmadik alakja. Vagy might have plusz az ige harmadik alakja, ami lehet, hogy valamit csináltam. Annyi az érdekesség, hogy itt nincsen benne semmilyen volna, de az, hogy lehet, ezt nem tudod múltba rakni, a mögötte lévő valódi igét teszed múltba magyarul. Lehet, hogy elfelejtettem a születésnapját. I might have forgotten her birthday, vagy I may have forgotten her birthday. Tehát látjátok, van logika. Could have done, tudott volna, should have done, uh, kellett volna uh, csinálni valamit. Uh, volt még a would have done csinált volna, sima volna. És a may have done lehet, hogy csinált, might have done lehet, hogy csinált. Tehát ugyanúgy lesz a múlt ideje, csak mást jelent. Például, I may have finished that book, I'm not sure yet. Lehet, hogy befejeztem azt a könyvet, de nem vagyok benne biztos. De helyes úgy is a mondatunk, hogy I might have finished that book, I'm not sure yet. Lehet, hogy befejeztem a könyvet, nem vagyok benne biztos. Tagadni is tudod még hozzá úgy, hogy megint csak may not, might not, plus have, és az ige harmadik alakja. Tehát nem a hevet tagadod, hanem el a may notot, vagy might notot. Használd azt, amelyik neked tetszik. Érdemes lerakni a voksot, megfigyelni azért alapvetően ezekre kihegyezni a fülünket, mert használják mind a kettőt. They may not have given us a positive answer, vagy They might not have given us a positive answer. I don't remember. Lehet, hogy nem adtak nekünk pozitív választ. Már nem is emlékszem. Ugye? Itt ezt jelenti a mondatunk. Kérdésben megfordítod ugyanúgy. May I have replied to that email? Lehet, hogy megválaszoltam azt az e-mailt. Ezek ilyen költői kérdések kicsit. Might I have replied to the email? Lehet, hogy megválaszoltam. Ugye nem vagy benne biztos, mikor bizonytalan vagy, akkor használjuk ezt a segédigét, a bizonytalanságod érzékelésére, kifejezésére. Na, hadd még példákat tőletek. He might not have, yet. Azt menjen a végére. He might not have told his father yet. Aha, aha, itt azt akarod mondani, hogy nem mondta meg, lehet, hogy nem mondta meg mit, akkor kell oda egy igen. Például, he might not have told it to his father yet. Anna, hogyha erre gondolsz. Uh, may I come over later? jelen idejű mondat. Nagyon jó. May I help you? Írja Júlcsi. Nagyon gyakori, gyönyörű, szép mondat. Can I help you helyett? I may not be going anywhere tonight, írja Jody, ez is jó, ez nagyon szép mondat. Igen, lehet kombinálni B-vel is, ING-vel is. I uh, may have seen this film, I'm not sure yet, nagyon jó, lehet, hogy láttam ezt a filmet, nem vagyok benne biztos. Uh, még egy példa, Annától, I've lost my keys, I may have dropped them when I went shopping, nagyon jó, lehet, hogy lejtettem őket. Ügyes, I might have baked the apple pie yesterday, lehet, hogy megsütöttem az almás pitét. Hát, mondjuk annyit ittam, hogy már nem is emlékszem rá, természetesen vizet. Oké, okay, szuper, jó mondat, vicces. She may have finished her homework in the afternoon, írja Hajnalka, because she went to the party instead of studying at night. Ez is jó példa. Így van. Na, hát szuperek vagytok! Örülök, hogy ezt uh, ilyen ügyesen uh, végig tudtuk nézni, és még lehetne ezeket mélyíteni, gyakorolni. Az lenne a javaslatom, hogy uh, próbáljátok a kártyákat elkészíteni, megemészteni, megnézni, akár többször ezt a videót kiegyzetelni, saját jegyzetet készíteni, képet készíteni, ebből is lehet, igen, és utána elkezdeni gyakorolni, és utána már csak egyetlen egy dolgod lenne, hogy türelmes legyél magaddal, hogy adj időt annak, hogy ez beépülhessen, mert nem egyik pillanatról a másikra fog. Na hát remélem, hogy tetszett a mai leckénk is, és tanultál valami újat, volt valami, amire rácsodálkoztál, örülök, hogyha megírod, hogy mik voltak ezek. Nagyon fontos, hogy ezekből a live-okból küldünk egy letölthető útmutatót pénteken, jó, a hírlevélben, ha még esetleg nem lennél feliratkozva a hírlevelünkre, akkor meg tudod ezt tenni az angolrahangolva.com főoldalán, azért a hírlevélbe küldünk más nyalánkságokat is, amik itt ebben a csoportban nem elérhetők, úgyhogy javasolt, és és gyakorlatilag, ami még fontos közérdekű info, hogy hétfőn, szerdán és pénteken van a fő csoportunkban, fő oldalunkon, pontosabban az angol hangolva oldalán még live, tehát ott tudtok ilyen élőket nézni. Várlak pénteken 5 órakor oda. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon szép estét kívánok nektek! Sziasztok!